Lassan neki vagyok látva a veteményezésnek. Igaz, hogy még csak február 20-a, de itt a körülmények olyanok, hogy itt lehet. Át van ültetve már a paradicsom, uborka, árdi, brokkoli, minden káposztaféle. De nem csak az üvegházba fogtam már neki, hanem kint is. Elültettem ma valami korai pityókát, ezt az ágyást szinte teljesen beültettem. Ilyen korai fajta. Nem telt meg az ágyásom, úgyhogy vettem két sor petrezselymét retekkel együtt. Hát ugye a retek az hamar ki fog kelni, és mire a petrezselyem kezd bújni, addigra már ki lesz szedve a retek, úgyhogy nagyon nem zavarják egymást. Pityókát azt 30x45 centi távolságra ültettem. Csináltam egy ilyen rögtönzött mérőeszközt. Szedjek meg egy cseppet. Ugye itt kicsit másképp van a veteményezés, mint otthon, mert otthon hogy van? Tavasszal ültetsz, vetsz, nyáron ősszel leszettecs vége. Itt viszont itt egész éves a dolog. Tehát talán december és január, amikor nagyon kevés tennivaló van a kárba, de itt például, amikor ezt a korai pityókát ki fogom innen ásni, úgy ahogy ásom ki, úgy jön egyéb helyette, amit nyáron vagy ősszel kell elültetni, majd télen kell leszedni, ugye rengeteg ilyen benne telelő növényt lehet itt termeszteni. Ezek a hagymák is például benne teleltek. Ez a céklának a maradékja. Amúgy sok egyéb zöldséget hagyhattam volna. Csak igyekeztem, hogy szedjem ki. A céklát is kiszedtem, és a legtöbb részét, és aztán ott elfonjott. Hát itt nem kell sietni azzal, hogy szett is tárold el a pincébe, itt nyugodtan maradhat hosszabb ideig a földbe. A fagyok nincsenek, ugye ilyen januárban előfordulhat ilyen -1, legrosszabb esetben -2, de ez a maxim, illetve ez a minim. Úgyhogy ennyivel alkalmasabb itt a klíma, hogy hosszabb periódusban lehet zöldséget termeszteni. Ez tulajdonképpen egy bio kárt lesz, egy teljesen bio veteményes kárt lesz. Fogok még majd úgy menet közben a videókat feltölteni, hogy mit, mikor, hogyan csinálom. Ugye itt nem lesz használva se műtrágya, se gyomírtószer, se semmilyen növényvédőszer. Ugye nem könnyű megtermeszteni teljesen bio módon, mert tavaly tapasztaltam, hogy a káposztaféléket ezek a káposzta hernyók megették az egészet, úgyhogy az ellen majd fogok készíteni ilyen háló védelmet, azt majd megmutatom, amikor készítem akkor. Hát van most is, csak el kell ezek tűnjenek, mert nem esztétikusak ilyen. Mindenféle ijesztő színben vannak. Ezek innen eltűnnek, és fekete háló fog jönni. És a tartó merevítő eszközök azok nádból, illetve fából lesznek. Na, aztán, hogy mennyire sikerül ez a bio gazdálkodás, nekem is még új, hát új. Ugye otthon se műtrágyáztunk agyon mindent, nem vegyszereztünk, ha kellett, hanem, de hogyha gond volt, akkor valamivel befritteltük. Ugye itt ez nem lesz, tehát ki kell dolgozzam a minden zöldségnek, minden fajtának ki kell dolgozzam, hogy mi a természetes, környezetbarát anyag, amivel őt lehet segíteni. Mivel lehet a kártevők ellen belpermetezni, mindenféle betegség ellen. Aztán
pár dolgot így már tudok, hogy körülbelül mit, mivel, de ugye ennek én is utána kell járjak, mert nem tudhatok mindent fejből. Elég nagy a kárta, elég sok időt kell eltölteni. Nagyon sok olyan zöldség van, amit otthon nem termesztünk, de itt lehet. Akkor én el is búcsúznék, és aztán még majd menet közben jelentkezek a fejleményekkel. Na, szevasztok!